Elemzéssel folytatjuk a ma reggelt. Magyarország válhat Izrael támogatásának európai központjává. Ezt mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója az intézmény által szervezett Nemzetközi Pro-Izrael konferencián Budapesten. Szántó Miklós beszédében kiemelte, hogy elítélik az Izrael elleni példanélküli támadást. A konferencián a miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélte, a történtek azt izenik Európának, hogy a külső határvédelem nem lehet vitatott kérdés. Ezzel a témával megyünk tovább, Fábián Barna kérdezi vendégét. Nagyon szépen köszönöm Kovács István, a első vendégünk ma, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mondhatnám, hogy akár véletlen egybeesés is lehetne, hiszen a konferenciát sokkal korábban szervezték meg, mint hogy ez a borzalmas dolog megtörtént, ám mégis, ha azt is hozzávesszük, hogy szombat délután már Európa több nagyvárosában, muszlimok egy része örvendezett ennek, és nem csak Iránban voltak ilyen üdvivalgások. Ez már a, gyakorlatilag azt jelenti, hogy elindultuk ezen az úton, hogy Magyarország válhat gyakorlatilag egy Izraelt támogató központtá. Természetesen, ahogy ön is utalt rá, amikor elkezdtük szervezni ezt a konferenciát, akkor egyáltalán nem gondoltuk, hogy uh, ilyen kontextusban kerül majd megrendezésre, nem így akartunk bekerülni a hírekbe, mondhatom ezt nyugodtan, de sajnálatos módon adott neki egy felhangot az, hogy hétvégén elkezdődött egy olyan esemény sorozat, amelyet most már nyugodtan hívhatunk háborúnak is, és amely talán Izrael történetének egyik legsörnyűbb napja volt a szombat. És ennek ellenére azt láthattuk, hogy Nyugat-Európa számos nagyvárosában, akár Bécsben, Berlinben, de lehetne sorolni Franciaországban is, Belgiumban is, az emberek frissen érkezett bevándorlók és régebbi bevándorlók is palesztin zászlókkal, nyilvánvalóan a Hamász erőszak hulláma mellett demonstrálnak, és azt hiszem, hogy ebben az időszakban is van egy üzenete annak, hogy Magyarországon nem a palesztin zászlók lengenek, hanem mi egy Izrael mellett kiálló csúcsot szervezünk. Kik lehetnek a partnerek ebben, mert nagyon sok európai ország kiállt Izrael mellett. Ki erősebben, ki gyengébben? A szavak szintjén persze mindenki, mindenki elítélte a dolgokat, hát mi más tehetnének, meg még az Európai Bizottság épületét is kivilágították az izraeli zászlóval. Ez olyan tipikus, olyan brüsszeli, olyan európai lépés volt. Aztán a mi konferenciánkon Várhely Olivér, a magyar biztos, bejelentette, hogy az EU felfüggeszti a... <coughs> palesztinának szánt támogatásokat, mert hogy abból közvetlenül terroristákat finanszíroznak, majd estére az Európai Bizottság már meggondolta magát, és Josef Borrell kihátrált a magyar biztosnak a felvetése mögül, tehát meg kell azt várni, hogy az elkövetkezendő napokban hány ország lesz az, amelyik hajlandó többet tenni, mint hogy a Facebook képét befesti a, a, a izraeli színekre, most ezt nyilvánvalóan áthalásosan mondom, de az európai hozzáállás az sajnos az, nagyon sok helyen, hogy a politikusok, legyen szó akár nagy baloldali pártokról is, hagyományos pártokról beszélek, már, már szavazót látnak a frissen érkezett muszlim bevándorlókba, és már annyian vannak, hogy, hogy politikai racionalitás szól mellette, hogy ne legyenek túlságosan Izrael pártján ezek a, ezek a politikusok. Ebből láthatjuk, hogy Magyarországon, ahol ugye az illegális migrációt azt nem támogatják, nem menedzselik, hanem megállítják, nincsen ilyen probléma. Az elmúlt napok szörnyű eseményei után a határvédelem, a határon történő ellenőrzés, az illegális migránsok bevándorlása milyen megvilágításban jelenik meg? Hát, természetesen Magyarország álláspontja ebbe a kérdésben a első pillanattól kezdve világos volt. Tehát emlékeztetnék rá, hogy amikor a Charlie Hebdo Merénylet megtörtént, akkor ott a temetés napján volt egy hosszú menet, ez már ez jó pár éve volt, nem mindenki emlékszik rá, mindenki meg volt rendülve, és Orbán Viktor is kiutazott erre, és azt mondta, hogy persze szörnyű, ami történt, de mindez azért történhetett, mert Franciaországból bevándorló országot csináltak. És nem sokkal később a Batáklán elleni, ugye, egy klub, egy koncertet támadtak meg, támadás, az kísértetiesen emlékeztet arra, amit most a Hamas ugye ezen a bizonyos és révpartén csinált, amikor válogatás nélkül szórakozó fiatalokat és idősebbeket gyilkoltak meg, tehát Európának szembe kell azzal nézni, hogy az, amit éppen a keblére ölel, és amit most már nem hajlandó elengedni a brüsszeli elit, tehát azt, hogy az illegális migráció az minden áron jó, és az idegen kultúrákból érkezett emberek, ők csak a hasznára lehetnek a társadalomnak, ez ide vezethet. Ön szerint ebben változás várható rövid távon? Ha lehet, hogy buta a kérdés, mert ha nyolc év alatt nem volt, akkor milyen reményeink lehetnek? Vannak olyan demográfiai folyamatok, amelyek nem hiszem, hogy visszafordíthatóak. Tehát az, hogy a muszlim népesség Nyugat-Európában napról napra gyarapszik, még a nyugat-európaiak elfogynak, ez tény. Ezek a muszlim bevándorlók, ők alapvetően Izrael ellenesek, nem kevesebben lesznek, hanem többen, ahogy többen lesznek, a politikai súlyuk is csak növekedni fog. Tehát ebből a szempontból én nem vagyok bizonyta, bizakodó. Ugyanakkor azért látni kell, hogy van Európa szerte egyfajta ébredés, Nyugat-Európában is erősödnek azok a hangok, akik a bevándorlást most már problémaként tudják megjeleníteni, a fősodartú médiába is be tudnak kerülni, és az európai parlamenti választásokon több országban is szerintem áttörésre számíthatunk. Sokan mondják titkosszolgálati biztonságpolitikai szakértők, hogy azok között a kiképzett harcosok közül, a, akik e, most átlépték az izraeli határt és ott lemészárolták, ahogyan is említette, a zenét hallgató fiatalokat, idős embereket a házukban éppen reggelit készít, gyerekének reggelit készítő családot is sokakat elhurcoltak, bár most azt is mondta a ha Hamas egyik vezetője, hogy elkezdik a túszok kivégzését, a nagyobb támadás érkezik, ez a, azért várjuk meg, még mi történik a következő napokban, de ez elhangzott, szóval ennek fényében biztos, hogy ki lehet zárni, hogy ilyen harcosok itt Európában nincsenek? egyáltalán nem lehet kizárni, hát ennek számos bizonyítékát láttuk, hogy vannak, tehát nem, hogy ki lehet zárni, hanem tényként jelenthetjük ki, hogy vannak az iszlám állam megszűnésével, beszivárogtak ugye Európába e, rengetegen, és az a migrációs hullám, amelyik 2015-ben indult, és a mai, nap se, mai, napig tart, az remek alkalmat teremt a beszivárgásra, hát ilyen terroristák követték el azokat a franciországi e, támadásokat, e, de hát lehetne említeni Európa több részén a karácsony, karácsonyi vásárok elleni tá támadásokat, amelyekről már többször beszéltünk. Azért kérdeztem ezt a bizonyos kizárni szót, mert nem a saját véleményem, az interneten olvastam olyan hangokat, hogy annak minimális az esélye, hogy ilyen kiképzett harcosok esetleg ide jöttek volna. Persze azóta ezt rengetegen száfolták. Az a baj, hogy Európa gyorsan felejt, mert még egyszer mondom, hogy az a Bataclan mészárlás, amit, amiről itt beszélgetünk, az egy kísértetiesen hasonló, nagyon jól megtervezett akció volt, profik a profi fegyverekkel végezve akció. Hát ezt csinálta meg most sokkal nagyobb a, a hamász, ugye itt több mint ezer ember vett részt a, a hírek szerint közvetlenül a harcokba, ez már túlmutat egy terror akción, ez már tulajdonképpen háborúra emlékeztet. Ezt az izraeli miniszterelnök is elmondta, hogy háborúban állunk, és nem lesz rövid. Persze azt nem mondta, benyom mindent hogy milyen időtartamra tervez, de az biztos, hogy nem egy-két nap lesz. Ezt gyakorlatilag mindenki látja. És itt vég, zárszóként ennek, hogy ott háborúban milyen hatása lehet az európai biztonságra. Az, hogy háború zajlik, az a lehető legrosszabb dolog, ami történhet hát nem csak Európa, hanem az egész nyugati világ szempontjából. Nyilván ennek a kérdésnek van egy regionális olvasata is, meg egy globális olvasata is, hát azért felsejlenek már most is nagyobb játékosok a háttérben. Ennek a globális játszmára is hatása lehet, és ez nem jó Európának. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.